gondoltam, hogy mivel mindegyik képben valójában saját magamról szeretnék beszélni, gyakorlatilag egy önarcképet festek más-más módon, más-más színekkel, más-más vonalakkal, technikával. És úgy gondoltam, hogy ez a cím a legmegfelelőbb ennek a tárlatnak a megnevezésére. Láthatói takvarel, ceruza, airbrush, tempera, tehát igazából ez egy legalább 15 évnyi időtávlatot felölelő sorozat tulajdonképpen. Kb. Másfél évvel ezelőtt találkoztam a Tihanyi Bálint Zsuzsa által vezetett képzőművészeti csoporttal, és onnantól kezdve a tagjukká váltam. Azóta sokkal aktívabban alkotok, rajzolok, festek, ami jön. De igazából már korábban is művészkedtem, rajzoltam, sőt 2005-ben a Kaposvári Művészeti Főiskolára is felvételt nyertem. Inkább a szürrealista kifejezésmódot kedvelem. Szeretem az élő, illetve az élettelen dolgokat ötvözni, mint hogy a képeimen is ugye ez nagy mértékben látszik. Szeretem az élénk színeket, szeretem kihangsúlyozni az ember, a fáradt, sérülékeny embert a technológia világában, és hát igazából ezt a kontrasztot próbálnám a képeimben is ugye megmutatni, ezt a feszültséget, ami az emberben, az ember lelkében támad, technológiai művilág okozta szürke hétköznapok világában. Sütő György alkotásaiban szívesen dolgoz fel aktuális témákat. Ilyen például az abortusz kérdése is. Eléggé aktuális a téma, ugye abortusz kérdés, és úgy gondoltam, hogy ezzel a képpel leginkább meg tudom ragadni ezt a témát, hogy valahol próbáltam a születés előtti, illetve a halál utáni állapotot megragadni, és ezt ötvözve próbáltam összehozni ebben az alkotásban. Ezzel is felhívva a figyelmet az abortusz okozta problémára, ami napjainkban nagyon-nagyon aktuális.